Sziasztok, Kovács Célia vagyok Magyarországról, és szeretnék köszönetet mondani a pH csoda feltalálójának, illetve kifejlesztőjének, dr. Jánnak, ugyanis 2008. szeptemberében daganatot diagnosztizáltak nálam. Majd ezt követően megműtöttek, és hosszas kezeléseken estem át, aminek sajnos az lett az eredménye, hogy több természetgyógyász lemondott rólam. Azt mondták, hogy valószínű viszonylag gyorsan meg fogok halni, és hogy nem jó életminőséget fogok tudni élni. Az orvosom, aki mindent megtett értem, olyan dolgokkal találkozott az esetemmel kapcsolatban, amivel nem tudott igazán mit kezdeni, és bár az elmúlt időszakban, 2008 óta mindent megtett értem, de voltak dolgok, amikben nem tudott elérni változást. És aztán én úgy döntöttem, hogy hosszas próbálkozás után és ezernyi módszert kipróbálva mégis adok még egy esélyt az egészségemnek, önmagamnak és az életemnek, mert az életet választottam és erre igent mondtam. Úgyhogy megkerestem 2010 márciusában dr. Jákot, találkoztunk egy hétre, ahol megmutatta nekem a módszerét, amivel gyógyít, és csinált is rajtam kezeléseket. Hazatérve folytattam a kezeléseket, és bámulatos eredményei lettek, hiszen március 29-én kaptam tőle az első kezelést, majd itthon folytatva két hétig, május 4-én utána voltak a kontrollvizsgálataim, és minden kontrollvizsgálatom jól sikerült, az eredményeim negatívak, hihetetlenül jól érzem magam, minimális időre van szükségem a pihenésre, az ételek teljesen megváltoztak, és végre érzem igazán az ízeket. A gondolataim azt érzem kitisztultak, és sokkal nyugodtabb vagyok, kiegyensúlyozottabb, és ezt mind a lubosításnak köszönhetem. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy az egész életem kicserélődött, és megváltozott minden körülöttem, ami eddig volt. Köszönöm.